A Sátoraljaújhelyi Aszú Bölcsői Egyesület tagjai a novemberi hónapban is több alkalommal egyeztettek arról, hogy miként tudják a város borászat kapcsán megfogalmazott ötleteit megvalósítani. Így volt ez legutóbb is, amikor az elnökség számos témakörben egyeztetett. Elsőként olyan javaslatok fogalmazódtak meg, amelyek az úgynevezett TOP Plus pályázat keretében az ungvári pincesor további fejlesztését teszi lehetővé. A polgármester úr összehívott egy pár barát Sátoraljaújhelyből, hogy átbeszéljük azt a pályázatot, amit az Ungvár pince kertjére fordítanánk, a sétányokról, a fa elhelyezéséről, a kivitelezésről, milyen anyagból legyen, melyik fákat hagyjuk meg, hát főleg erről szólt ez az összejövetel, illetve bemutattuk a logónkat, átbeszéljük, változtatni fogunk rajta. Valószínűleg fogunk kérni egy olyan logót, ami már megfelelő lesz ennek az egyesületnek. Aztán továbbiakban beszéltünk arról, hogy január végén Vince nap környékén kellene csinálnunk egy fesztivált. Ez egy forradboros fesztivál lenne, amit az Ungvár pincébe szeretnénk megvalósítani. Ez több tekintetben is további egyeztetést igényel, majd tette hozzá az elnök. Ebben az évben tervezik, hogy több alkalommal is egy asztalhoz ülnek, hiszen reményeik szerint az új év új lehetőségeket is hoz majd ebben a témakörben. Tavasszal szeretnénk egy fesztivált csinálni az Ungvár pincébe. Azt beszéltük a többiekkel, a polgármester úrra, hogy évszakonként kellene egy fesztivált Sátoraljaújhelybe csinálni. Ugye meg lesz a téli, meg lesz a tavasz az Ungvárban, aztán nyári ugye adott a Déréni Fesztivál kapcsán, illetve az őszi az minden éven a Zsólyomkain lenne megrendezve. Az Aszú Bölcsője Egyesületet a közelmúltban hívták életre a város vezetőjének kezdeményezésére, annak érdekében, hogy a történelmi borvidék és egykoron a borászat fellegvárának számító város ezen a területen is visszanyerje régi helyét. Ebben a törekvésben pedig a civil szervezet támogatóként segítse az önkormányzat munkáját.